A Vajdasági Magyar Szövetség közleménye szerint a képviselő saját elhatározásából dönt, melyik párt színeiben kíván a jövőben dolgozni. A ligások távozása változásokat követel meg a községi vezetésben. Teljesen át kell szervezni az önkormányzati hatalmat, tehát itt lesznek képviselők, akik lemondásokat fogják benyújtani, lesznek képviselők, akik megszűnnek a mandátumai másokból, úgyhogy itt új emberek jönnek a képbe. A községi képviselő testület ülése azzal kezdődött, hogy Huszvár Ervin, a testület demokrata párti elnöke bejelentette, mától ő is a VMS képviselő csoportjának a tagja. A vajdasági szociáldemokrata liga lemorzsolódásával el kell mondanom, hogy ez a matematika úgy alakul, hogy továbbra is 22 képviselő fogja alakítani a hatalmi többséget, azzal, hogy ezt két párt fogja alkotni. A VMS-nek lesz 16 képviselője, míg a demokrata pártnak 6. A történtek után a demokraták új koalíciós szerződés aláírására készülnek a VMS-szel, amelyre akár már a jövő héten sor kerülhet. A Magyar Kanizsai Demokrata Párt Községi Bizottsága határozata értelmében új koalíciót fogunk alakítani a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Természetesen megváltoztak a viszonyok, ezeknek a viszonyoknak a figyelembevételével fogjuk az új koalíciós szerződést aláírni. A KKT késő délután ért véget. A képviselők egyebek mellett elfogadták a tavalyi zárszámadást, az idei második költségvetési módosítást, miszerint a korábbi 1 milliárd 100 millió helyett a büdzsé 950 millió dinárt tesz ki. Jóváhagyták a község alapszabályának módosítását és a községi tanács összetételére és a tanácstagok hatásköreire vonatkozó változásokat is. A községi tanácsnak a jövőben is 7 tagja lesz.